E onnan jött ide csin. Edelény, ezt tudom hova. De ez melyik tévé lesz? Magyar tévé. Az Edelény? Ha. Magyar, nem az Edelény. Ez nem tévé. Ez már nem lesz. Na nézze! Halló! 48 árvízkárosult gyerekünk van, ebből 36-an Edelény és körzetéből, és 12 pedig Nagykinizsről érkezett ide. Hány napot töltenek itt? 7 napot, 8 éjszaka, 7 éjszaka, 8 nap, és csütörtökön mennek haza majd. Jól érzik magukat, furcsa nekik is ez a hely szerintem, hogy Balaton lehetnek. Az egyik szervező hölgyel beszéltem, aki 39 évesen most került először a Balaton közelébe, és hát már rengeteg gyerek van, akinek ez az első élménye a Balatonról, mert soha életében nem volt még itt. Három éve táboroztatunk gyerekeket, és a szokásos szakmai programját csináljuk az intézménynek. Vannak népismereti foglalkozások, ami minden gyereknek kötelező, az a tánctanulás például, a közös gyerekdaloknak a megtanulása, a folklórdaloknak az éneklése, ami újdonság volt idén, és nagyon örülök, hogy meghirdettünk. Az egyik csoportvezetőnk kapcsán, aki a Froknak az ösztöndíjasa, japán nyelvet tanít a gyerekeknek, és az Erős Gusztáv pedig cigány nyelvet tanít a gyerekeknek, és mind a két nyelvben nagy az érdeklődés. Megpróbálok nekik minél több olyan dolgot adni, amit úgy gondolom, hogy egy gyereknek tudnia kell ebben a korban. De elsősorban a cigány kultúrával foglalkozok, a tánccal, a szokásokról, a nyelvvel. Hogy sokat beszélgessünk a gyerekekkel. Azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon nagy szükségük van. Ezeknek a gyerekeknek mind szociálisan, tehát a családnak, a családi helyzetüket tekintve, illetve a gyerekeknek az érzelmi hátterét, az érzelmi énjüket tekintve nagyon nagy szükség van arra, hogy mi most így együtt legyünk, hogy adjunk nekik szeretetet, figyelmet, törődést, tudást, békességet, és mindezt ilyen természetesen adjuk át nekik. Számomra ez a tábor egyrészt azért is fontos, mert én magam is borsodi vagyok. A másik pedig az tényleg nagy öröm az, hogy egy fővárosi intézménynek az üdülőjében itt lehetnek ezek a gyerekek. Nem csak azért, mert hogy ez egy fővárosi üdülő, hanem azért is, mert ismerve a balatoni üdülők többségét, gyereküdülők többségét, ez az üdülő ahhoz képest egy, hát lehet azt mondani, egy szálloda nekik. Minden szobában fürdőszoba, internet, wifi, amit akarnak igazából, tényleg mindenhez hozzá tudnak kapcsolódni. Nincs olyan dolog, amit nem tudnak utánnézni, és hát az internet az pedig minden nap be van kapcsolva. Épp azért, hogy nem csak a MyVIP-jüket, hanem hogyha olyan feladatot teszünk fel a gyerekeknek, amire esetleg ők az interneten rátalálnak, az akkor egy plusz pont, mert hogy az internet rájönnek arra, hogy nem csak a MyVIP-re való. Mutatkozzunk be, úgy kezdjük először, hogy Hajime Mashite! Hajime Mashite! Szuper, nagyon szép volt. Utána megmondjuk a nevünket. Watashi wa, és jön a név. Watashi wa, jön a név. Jön a név, jaj, de vicces. Tehát, Budapest-nyi
Szündei Mász, ez annyit jelent, hogy Budapesten lakom. Ti mondjátok, hogy honnan jöttetek, tehát Nyi Szündei Mász. Én úgy látom, hogy annyira ki vannak éhezve mindenfajta érdekes és új dologra, hogy bármire kaphatóak. A japán nyelv tanulás az csupán egy apró elem. Nagyon szívesen fociznak, pingpongoznak, minden érdekli őket. Az első nap nekem az volt igazából furcsa, hogy olyan környezetből jöhettek ezek a gyerekek, ahol nem gyerekként kezelték őket, vagy nem partnerként kezelték ezeket a gyerekeket. Folyamatosan csak közöltek, és a reakciót, az, hogy a gyereknek milyen reakciója volt arra a közlésre, vagy amit ők kértek, az nem érdekelt senkit. Ez volt kicsit nehéz, hogy ők megértsék azt, komolyan veszik őket, és nem csak annyi utasítunk, állj oda, és akkor érezd jól magad, és talán nem érdekel minket, hanem folyamatosan szemmel kísérve mind a 51 gyereket, akik itt van a táborban, hogy éppen mit csinál. Amikor azt mondod, hogy most eljövök valóban 8 napra, és 8 napon keresztül nekem nem látom egyrészt a családomat, nem találkozom a szüleim szenvedésével, mert hiába itt ülnek a gyerekek, akaraton is látható az ő szemükben is az, amit az ő szüleik átélnek. Nekem számomra valamelyik nap épp erről beszélgettük, hogy nekem, ha a szemükben nézek ezeknek a gyerekeknek, akkor nem 13 éves gyerekeket látok, meg 10 éves gyerekeket, hanem megfáradt 40 éves embereket, akik nap mint nap meg kell küzdeni minden egyes napért. És itt van egy hely, ahol nem tudják ők sem, hogy most mi van. Most itt nem kell eljátszanom ezt minden nap, hanem itt tényleg nyaralhatok, focizhatok, eszek naponta 5-ször, szóval minden, ami ahhoz kell, hogy ők tényleg és gyerekként kezdenek viselkedni. Mind az egész. Mind az egész. Mindenki? Milyenek a csoportvezetők? Jók. De miért? Mit csinálnak? Elvisznek minket fürdeni, visznek hajókázni. Lovagolni. Diszkurcsolnak nekünk. Mikor mentek haza? Csütörtökön. Várjátok már, hogy hazamenjünk? Nem. De? Rárré még hazamenni. Eljöttek meg? Na gyere! Így, na fogjad te! És így rögtön, hogy ne látszódjon fel a képben, így. Elénekeljük a papírlapot. Majd élek jól. Kísérem ti meg. Papírlapokat hajtogatok egy hiroshimai kórházban. Sietnem kell, hogy kész legyen az ezer. Meggyógyulok abban az órában. Igen, meggyógyulok abban az órában. Elmúlt egy hét, elmúlt hét nap, és az egyre gyönyörű kis kezem egy újabb papír után kap.